Május 23-ától a DIA alkalmazásban elérhetővé vált a jogosítvány cseréjének és visszaállításának szolgáltatása. A hírt a belügyminisztérium jelentette be. A szolgáltatás elindításával Ukrajna lett az első olyan ország Európában, ahol le lehet mondani a vezetője engedély fizikai formájáról és előállíthatnak egy digitális dokumentumot áll a közleményben. Ezen túl az alkalmazás segítségével mindössze néhány kattintással be lehet nyújtani a vezetői engedély cseréjére vonatkozó igénylést. Az online felület segítségével most már nem csak plastikkártya formájában lehet kérni új jogosítványt, hanem digitális változatban is, amely viszont csak Ukrajna területén érvényes. A hagyományos kártyaformátumú jogosítványt a tetszés szerint kiválasztott belügyminisztériumi szolgáltató központban lehet átvenni. A vezetői engedély cseréjére vagy visszaállítására irányuló kérelem benyújtásához, a Gának következőket kell tenni. Először is be kell lépni a szolgáltatások menübe, majd kiválasztani a jogosítvány cseréje pontot. Ezt követően ki kell választani a dokumentum cseréjének okát, meg kell erősíteni a rendszerben szereplő lakcímet, és kiválasztani, hogy csak digitális vagy digitális és plastikkártya formátumú jogosítvány szeretne a felhasználó. Következő lépésként ki kell választani a belügyminisztérium azon szolgáltató központját, ahol az igénylő számára legkényelmesebb lesz a kártyaformátumú jogosítvány átvétele. Ezek után nem maradt más hátra, mint megadni az aktuális elérhetőséget, aláírni egy nyilatkozatot és kifizetni a szolgáltatás díját. A közleményben arra is felhívják az igénylők figyelmét, hogy az online kérvény benyújtását követően minél hamarabb, lehetőleg 10 percen belül meg kell ejteni a szolgáltatás díjának befizetését, mert különben érvényét veszíti az igénylés.